Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A negyedik helyen zárt a Szaniszló Sándor emléktornát a Blue Sharks. Harmadik lett a nyíregyházi debreceni vegyes csapat az atlétikai CB-n. Kiütéses Ibrányi sikerre zárult a megyei első osztály rangadója. Győzelemmel kezdte a szezont a nyíregyházi Tekeklub együttese. A nyíregyházi KC a Debrecen fogadja a kézilabda NB1B nyitányán. Hajdúböszörményben kezdi a bajnokságot a Kölcsei DS-e. A negyedik helyen zárt a Miskolcon a Szaniszló Sándor emléktornát a nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák a Jászberénytől 29, az Iglótól pedig 4 ponttal kaptak ki. Az első mérkőzésen úgy gondolom, hogy nem játszottunk úgy, ahogyan azt elvárnám a csapattól, Jászberény ellen volt. Ezt tudom, hogy első osztályú csapatról van szó, illetve átcsoportos csapatról, akik 4 légióssal és egy magyarral álltak föl. Tudom, hogy ugye légiósok is erősebbek, de akkor is azt szeretném, hogy közelebb legyünk az ellenfeleinkhez. A második mérkőzés a Spiszka Novovesz ellen az már hasonlított ahhoz, amit szeretnénk. Végül is végjátékban veszítettük el ezt a találkozót, és végre azt is tudtuk gyakorolni, hogy milyen egy végjáték szituáció. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem haladunk rosszul, de mi mindig van hová fejlődnünk. Ha már a légiósokról esett szó, ugye a két cápáknak még nincs légiós, amikor a várható? Nincs még légiós, de nem akarok kapkodni, vagy nem akarunk kapkodni ezzel. Lehetne idehozni légiósokat, de arra nekünk nincsen pénzünk, hogy ide utaztassunk próbajátékra játékosokat, majd utána elküldjük és hozzuk a következőt, illetve nem is szeretném, hogy ilyen felelőtlenül szórjuk a pénzt. Meg fog érkezni majd, nem biztos, hogy a bajnokság kezdetére itt lesz, de mint ahogyan azt tavaly is láttuk, a rájátszásban is megfelelően jó teljesítmény nyújtva el lehet jutni a bajnokságnak az elejére. Azokkal a játékosokkal, akik most itt vannak, azokkal is meg kell tudnunk oldani a bajnokságnak az első szakaszát. Ennek ellenére természetesen keressük a légióst, és hogy olyat látunk, aki megérdemli, vagy aki tud nekünk segíteni, akkor őt azonnal ide fogjuk hozni. A hétvégén rajtul a bajnokság, de ugye a két cápák nem játszanak, majd csak a jövő héten terveztek-e még edzőmeccset esetleg erre az időszakra? Igen, mindenképpen terveznénk. Most szerdán fogunk utazni a Vasashoz, és Budapesten fogunk játszani egy edzőmérkőzést. Aztán a szombat-vasárnapot meg fogjuk nézni. Én örülnék neki, hogyha vasárnap este tudnánk hazai pályán játszani egyet, de ehhez ellenfelet is kell találni, hiszen mivel elindul a bajnokság, a zöld és a piros csoportból nem fogunk ellenfelet találni, éppen ezért olyan ellenfelet kell keresnünk, aki ebben a bajnokságban nem vesz részt. Újabb felkészülési tornán vagytok túl, egy magyar első osztályú csapat a Jászberény és egy szlovák első ligás csapat az Iglóval játszottatok. Milyen tapasztalatokkal lettetek gazdagabbak ezen a két meccsen? Tapasztalattal mindenképp, sajnos a győzelem még mindig nem jött össze, de javarészt azért első ligás és erős csapatok ellen játszottunk légiósokat eltűzdelve, de ez egyébként lassan már nem lett kifogás, mert például Miskolc le tudta győzni az Igló gárdáját. A Jászberény nyilván az még nem a mi kategóriánk, csak úgy, mint a Szolnok volt mondjuk az első edzőmeccsünkön, rutinos tapasztalt légiósokkal vannak tele, és jó kosárlabdát is játszanak. Inkább a második meccs volt az, ami nyerhető lett volna. Ugye az Igló gárdájában már játszottunk Szlovákiában is egy mérkőzést, borzasztó, kemény, fizikális, már-már fault határon védekeznek egész pályán, ami mindenképpen jól szolgálja a fejlődésünket, meg a felkészülésünket. A végére egy labdás meccs lett belőle, szerintem remekül helyt álltunk, sajnos nem nyertünk, de lehet építeni arra a hajtásra, meg küzdésre, amit produkáltunk az első negyed után leginkább. A kosárlabdának az a jellemző, hogy a csapatok általában átalakulnak. A nyári szünetben aztán a bajnokság második felére érik el azt a szintet, amit szeretnék. Ti viszont nem nagyon változtatok az elmúlt két évben. Most hol tart szerinted a csapat ahhoz képest, amire kellene tartani mondjuk a bajnoki rajtra, ami számotokra egy hetet csúszik? Mindenképpen van még meló hátra bőven az elmúlt. Jó, azt mondom, jól is jön az nekünk, hogy csúszott nekünk a bajnoki rajt, és ugye csak 20-án fogunk kezdeni a Honvéd ellen. Van még csiszolni bőven a támadójátékunkon, de hát a védekezésünkön is. Nem változtunk sokat, de mégis két új ember, illetve még a légiós fog érkezni, azért őket be kell építeni. A figurális játékaink megváltoztak, máshol alakulnak ki a helyzetek, most dominánsabbak lesznek a magas embereink, vélhetőleg a szezon során oda is nagyobb hangsúlyt fektetünk. Tehát még sokat kell dolgoznunk edzésen, csiszolni az egészet, és remélem, hogy igazából inkább a szezon második felé rájön össze teljesen, mint a szezon rajtra.
Neked változott-e valamilyen szinten akár a játékod, akár a szereped a pályán, vagy az öltözőben? Szerepem talán annyiba változott, hogy miután ugye Kriszó eligazolt, én lettem a legrégóbb óta itt lévő magyar. Mindenképpen szeretném, hogyha hallgatnának rám a fiatalok. Egyébként ezzel nincs is baj. Szeretnék vezér lenni a csapatban pályán kívül és belül egyaránt. A formám még nem az igazi, úgy érzem egyre jobb. Egyébként fizikálisan már majdnem, hogy azt mondom, 100%-hoz közelítek, igyekszem a szezon rajtra összeszedni, és minél jobb szezon produkálni. A harmadik helyen végzett a nyíregyházi debreceni vegyes csapat az atlétikai CB-n. A győzelmet a budapesti honvéd szerezte meg. A reményeink azok megvoltak, hiszen tavaly ugye bajnokságot nyertünk Debrecennel együtt. Most azért nem nagyon számítottunk arra, hogy elsők leszünk, hiszen tudtam, hogy a hosszú versenyidőszak után elég sok versenyzőnk van, akik sérüléssel bajlódik, sőt a debreceniek között is nagyon sok versenyző volt, aki nem tudott elindulni. Úgyhogy azt mondom, hogy ez a harmadik helyez reális eredmény, és az eredményekkel meg vagyok elégedve. Tehát akik ott voltak és versenyeztek, és ezzel zárták az évet, és egész nyáron oda tették magukat a különböző versenyeken, azok még most is jó eredményeket tudtak produkálni. Milyen színvonalú volt egyébként a csapatbajnokság? Ilyenkor ugye több egyesület összeállhat, és nagyon sok atlét ott volt a legjobb magyar atléták közül. Így van, tulajdonképpen mindenki ott volt, aki számíthat, a sérültek természetesen nem. És azt mondom, hogy nagyon szoros versenyt vívtak egymással a csapatok. Azt tudni kell ugye, hogy 12 csapat jutott a döntőbe, és ebből a 12-ből lettünk mi harmadikak. Az első három helyen nagyon szoros volt, az első nap után néhány pont választotta el a harmadik helyezettet az elsőtől, és tulajdonképpen csak az utolsó versenyszámok döntötték el, hogy most ki lesz az első, második, illetve harmadik. Nyíregyházi versenyzők közül, akiktől sok pontot vártak, azok hozták így az eredményeket, gondolok itt Szikszai Robira, Kerekes Gyulára, Bakus Péterre, és mások is voltak, akik harmadik, negyedik, ötödik helyekkel szereztek pontokat. Így van, tehát azok, akik a korosztályukban a legjobbak a felnőttek között, azok természetesen itt is a legjobbat produkálták, hiszen Robi még most is 61 méter fölött dobott, és ebben a versenyrendszerben, ami most van, itt nem az eredménye fontos, hanem a helyezés, és azokat a helyezéseket természetesen tudták hozni. Sőt, ami biztató, hogy nagyon sok fiatal junior versenyzők bekerült a csapatba, és ők is helyt álltak, pontokat tudtak szerezni, pontokat tudtak gyűjteni a csapatnak. Egy korosztályos váltógenűség még hátra van, de gyakorlatilag ezzel a versenyen véget ért a szabadtéri szezon. Egy gyors méleget vonva, milyen elmúlt hónapokra tekintett vissza a nyíregyházi atlétika? Így van, már csak a váltóbajnokság van hátra. Vegyes, mert sikerekben gazdag volt, ugyanakkor kudarcokban is, hiszen ott volt egy Európa-bajnokság, ahol Máté bal szerencsésen versenyzett, és ő akár dobogós is lehetett volna. Ugyanakkor ott volt Szikszai Robi kint, aki ugyan nem került döntőbe, de a legfiatalabb versenyző volt, és azért ő megmutatta, hogy még később nagy ellenfele lehet a többieknek. És hát természetesen a korosztályos magyar bajnokságuk, ahol viszont mindenki helyt állt, és a legjobbát tudta hozni. Én azt mondom, hogy sikeresnek tudom mondani ezt az évet is, annak ellenére, hogy most az utolsó versenyünket nem győzelemmel zártuk, de ez a harmadik hely, mint említettem, volt reális, és bízom benne, hogy a következő évben, amikor majd világbajnokság lesz, ott lehetünk a világversenyeken, és hát a magyarok között is a legjobbak közé fogunk tartozni. Mennyi pihenőt kapnak az atléták? Nem sokat, hiszen október 1-től már kezdődik a következő évre a felkészülés. Megpróbáljuk a sérülteket olyan állapotba hozni, hogy tudjanak már edzeni, illetve felkészülni. Máté is bízom benne, hogy hamarosan rendbe jön, és a világbajnokságra tud majd készülni. Tehát október eleje, közepe kezdődik az új évad és az új felkészülés. Kiütéses Ibrányi győzelemmel zárult a labdarúgó megyei első osztály 5. fordulójának rangadója. Madalina György együttese hat helyre verte a több mint egy órán keresztül emberhátrányban játszó nagyesedet.
Mindenféleképpen meg akartuk ezt a mérkőzést nyerni, hogy egy kicsit elszakadjunk az Ecsettől, mert szerintem az Ecsett nagyon-nagyon jó csapat. Nagyon sajnálom, hogy a mérkőzés így alakult, nem volt benne a 6-1, annál tényleg jobb csapata a Nagy Ecsett. Szerintem a fegyelmezetlenségüknek köszönhetik, hogy ez a meccs nem lett igazi rangadó. Tehát így, hogy a kiállítás megvolt, ráadásul rengeteget foglalkoztak a játékvezetővel, aránylag voltak olyan helyzetek, amikor el is durult egy kicsit a mérkőzés, sok volt a földön fekvő játékos, és ezáltal nem alakult ki olyan játék, mint szerettük volna, de hát ha megkönnyítették a dolgunkat, akkor köszönjük szépen. Nagyon jól kezdte a bajnokságot az Ibrahim, mondjuk a tavalyi év után számítani lehetett rá, hogy a megye egyben is meghatározó csapat lesztek. Várakozás feletti, ettől függetlenül az eddig 5 fordulóban szerzett 13 pont? Szerintem nem, ebbe benne volt a 15 pont. Az első mérkőzésen kihagytuk a helyzeteinket, aztán nem tudtuk megnyerni. Azóta nyerünk, nem is mondom azt, hogy csak azért, mert olyan nagyon-nagyon jók vagyunk, szerintem jó volt a sorsolásunk is. És hát a csapatban még benne van a lendület, meg férfiasan bevalva ebbe a csapatban megvan a tudás. Mi a cél? Hát meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni, mi minél több mérkőzést meg akarunk nyerni. Ha az első helyen fogunk végezni, akkor állunk elébe, de ha nem leszünk elsők, akkor sem hiszem, hogy fölrobban Ibrány. Gondolom nem ilyen meccsre készültetek. Vadagi Nagy úr azt mondta, sajnálja, hogy kiállítás volt a meccsem, így nem alakulhatott ki az a játék, ami egy igazi rangadóhoz méltó. Te hogy láttad, hogy érzed, mennyire befolyásolta ez a kiállítás a mérkőzés kimenetelét? Én nem azzal kezdeném, én a két potyagóval kezdeném. Második perc, 10. perc, utána még ráadásul a fegyelmezetlenségből kapott kiállítás, az már eldöntött a mérkőzést. Utána, magyarán mondva, tisztes becsületé hajtottunk, az úgy, hogy még 70 percig sikerült. Ennyi sajnos, erre nem tudok mit mondani. Lehetne itt panaszkodni sok mindenre, én sose szoktam, most se fogok. Ettől függetlenül ez egy meccs volt a 30 közül, jól kezdtétek a bajnokságot, mik a célok Nagy Ecseren? Tudom, hogy ami volt, 1-8. Első 4 meccs, én akkor is úgymond 2 meccsen voltam megelégedve, 2-n nagyon gyengén játszottunk. Próbálunk javítani a formánkon, ennyiben jó a foci, jövő héten megyünk Gyarmatra egy rangadó, meg kell mutatni az embereknek, akik itt vannak, ide lettek igazolva. Még idézőjelben 4 ember nem játszott a szezonba, valahogy kapják össze magukat, más nem tudunk csinálni. 3 gólt nem minden nap szerez egy játékos, a 6-ból teszed ezt a második 3-at, milyen volt belülről, hogy láttad a meccset? Igazából, ahogy vártuk, úgy kezdett a Nagy Ecsed, próbáltak visszaállni, nehéz volt feltörni őket. Nyilván a kiállítás az nagyon megkönnyítette a dolgunkat, aztán szerencsére első félidőben már egy megfelelőnk sikerült kiharcolni, aztán másikból úgy érzem, hogy elfáradtak és sikerült őket felőrölni. Hogy emlékszel vissza a góljaira, melyik tetszett a 3 közül a legjobban? Nyilván az első az mindenképpen tetszett, ugye, mert az törte meg az én gólcsendemet. Aztán úgy érzem, hogy azzal a csapat mindenképpen megnyugodott, és sikerült bebiztosítani a győzelmet. A második az nagyon tetszett, az egy ilyen pengés megoldás volt, kis belső leértekeltem, a harmadiknál pedig jó helyen voltam, jó időben, aztán így sikerült berúgnom. Mitől ilyen jó ez az Ibrány csapat? Ez egy nagyon jó összetétel, nagyon fiatal brigád, nagyon képzett társaság, nagyon jó a szakmai stáb is, és a vezetőség is minden feltétel adott ahhoz, hogy itt amatőr szinten is profi munka folyjon. Neked milyen céljaid vannak ebben a szezonban? Úgy jöttem ide, hogy minél több góllal segítsem a csapatot, és hogy minél több mérkőzést megnyerjünk ezekkel. Igazából a tabella első 3 helyezettje között szeretnénk végezni, és nyilván, hogyha úgy alakul, akkor feljutást is elvállalnánk. Győzelemmel kezdte a szezont a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Gyula csapatát fogadta, és szoros végjátékot követően 6-2-re vert ellenfelét. Rögtön az első sorban a Mogyorosi Péter révén az 572 fájának köszönhetően egy fontos csapatpont került a nyíregyháziak oldalára, köszönhetően a Péter higgadt játékának, azonban mellette a Kastura Zsolt, aki a játékos edzői feladatokat is ellátja, nem igazán érezte a játékot, és a 60. dobás után már lecseréltette saját magát, helyett a Rási János lépett dobóállásba. János a hirtelen felállva a pályára nehezen találta a játékát, azonban az utolsó szetre nagyszerűen összeszedte magát.
tehát így egy szoros párharc alakulhatott ki. Hiába volt egy-egy az arány, a részarány, mindenképpen hátrányban voltunk, mert a 15 fával a vendégek vezettek. A középső sorban egy nagyon fontos csapatpontot szereztünk a Fehér Béla révén, aki csupán egy fával maradt el a 600-as eredménytől, ami a mezőny legjobbja volt ezen a napon, míg mellette szintén újoncként dobálásba lépő nyíregyházi játékos, a Szojka Miklós 502 fát ért el. Tovább távolodott a vendégcsapat, ugyanis ott is a két legjobb játékost küldték dobóállásba, egy 40 fás hátrányba kerültünk, amit mindenképpen le kellett dolgoznunk az árósorban a Hakker Dezsőnek és jó magamnak. Ez már rögtön az első 30 dobásnál sikeredett is, és úgy látszott, hogy zsebben van a mérkőzés, azonban a vendégek mégiscsak tovább vitézkedtek, és tovább is elkezdték növelni az előnyüket. Az utolsó 30 dobásra már annyira, hogy közel 30 fával vezettek, és elveszni látszódott a mérkőzés, de a kedvesével sikerült egy olyan 30-as részarányt produkálnunk, úgy telibe, mint tarolásban meg végképp letarolni az ellenfelet, hogy közel 60 fát hoztunk rajtuk az utolsó 30-ban, és ez volt a meghatározó ezen a mérkőzésen, és szerencsére ezzel tudtuk begyűjteni a 4 egyéni pontunkat és a fontos csapatpárt, és így alakulhatott ki, hogy 3280 fát elérve 6-2 arányban sikerült diadalmaskodni itthon Nagy Gyula ellen az első hazai mérkőzésünkön. A 3280 fa némileg elmarad a vártól, minek tudható ez be mondjuk az első meccs feszültségének, ami általában minden sportágban benne van a játékosokban az első mérkőzésen. Abszolút látszott, hogy görcsösen játszottak a játékosaink, azért a kényszer, a nyomás az mindenképpen a mi válunkat nyomta. A hazaiak részéről azt lehet mondani, hogy ennek ellene voltak jó teljesítmények. A Magyarorsi Péter 572 fáj, a Fehér Béla 599, illetve nekem az 569 fám az mindenképpen egy jó teljesítmény volt ezen a pályán. A többieknek még fel kell zárkózni, bár tényleg görcsösen gurítottunk, de úgy gondolom, hogy most már átestünk a hazai tűzkeresztségen, ami az NB1-es szereplésünket illeti, és bízunk benne, hogy két hét múlva egy igen fontos mérkőzésen a budapesti Dinamo csapata fog majd ide látogatni, aki egy nagyon komoly ellenlábasunk, és ott viszont már valóban a 3400 körüli csapatfát kell majd ostromolnunk ahhoz, hogy maga biztosan nyerni tudjunk hazai pályán. Addig viszont még lesz egy idegenbeli mérkőzés, olyan helyszínen, ahol legalább 5 éve nem jártatok. Hová utazik a csapat, és milyen esély van arra, hogy győzelemmel tértek haza? Még 5 évvel ezelőtt se jártunk Szankon, ugyanis az a csapat sokáig az NB2-be szerepelt, majd pár évvel ezelőtt feljutott az NB1-be. Számunkra valamelyest ismeretlen az a pálya, egy új lemezes pályáról van szó, amit 2 éve építettek, azonban mégsem teljesen ismeretlen, ugyanis a Fehér Béla Szankról származik, úgyhogy ő mindenképpen hazalátogat, meglátogatja a szülői házat, és ebből az apropóból sem engedhetjük meg magunknak, hogy a hazaiaknak kedveskedjünk. Teljesen más a két csapatnak a célja a bajnokságba való hozzáállásával, úgyhogy nekünk mindenképpen a legjobbunkat kell nyújtani. Bízunk benne, hogy a mostani görcsös formánkat levetjük, és mindenképpen egy jó csapatfa eredményt tudunk majd elérni Szankon, és bármilyen arányú, de mégis győzelmet szeretnénk aratni a szanki katlanba. Pénteken rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1-ben. A nyíregyházi KC a Nyitányra a Debrecent fogadja. Reményeim szerint mindenki van egy egészséges bajnoki ránc a kezdés miatt, és egyrészt, másrészt pedig azért, hisz a Debrecen fogjuk fogadni, ez mindig egy jó mérkőzésnek ígérkezik, és azért mindenkiben úgy gondolom, hogy kell egy kis feszültség, kell egy kis druk. A felkészülés, amit terveztünk, azt úgy gondolom, hogy meg is tudtuk valósítani, szerencsére kisebb sérülések hátráltattak csak bennünket, és ezért több, azt mondom, hogy helyek közel mindenki meg tudta azt a munkát csinálni, amit kitűztünk. Bizakoró vagyok. Egyrészt azért, mert hazai környezetben vagyunk, hazai pályán fogunk kezdeni, másrészt a Debrecen egy hasonló képességű, hasonló tudásból és játékosokból álló csapat. Én bízok abban, hogy hazai környezetben egy jó rajtot tudunk venni majd. Picit távolabbra nézve, mi a cél az előttünk álló bajnokság, hiszen nagyon sok a fiatal játékos a csapatban. Egy picit, mint korábban mondtad, ez ugrás a sötétbe. Így van. Én azt gondolom, hogy ebben a bajnokságban nagyon vérmes reményeink most nem lehetnek, tehát dobogos álmokat nem szövünk, az mely messze távolba derenkedt föl. Én azt mondtam, hogy a középmezőn próbáljuk megcsípni, annál abból is kifolyólag, mert tényleg 6-7 fiatal játékos került most föl a felnőtt keretbe, és őket próbáljuk beépíteni.
felnőttekből kevesebb van, rájuk nagyobb teher és feladat hárul. Én szeretném azt, hogyha a középmezőnyt meg tudnánk csípni, tehát ez a 5. és a 8. hely közti pozíciót lőttük be. Természetesen, hogyha előrébb végzünk, attól nem leszek szomorú és nem leszek bosszus, de én úgy gondolom, hogy per pillanat ez a realitás. Nagyon erős lesz a keleti csoport, minden csapat erősödött, a kieső csapat is, az Orosháza szeretne visszajutni, illetve egy csapattal kevesebb van most az NB1B-be, onnan is a csapatok elszipkáztak játékosokat. Én úgy gondolom, hogy elég erős és kiegyensúlyozott mezőny lesz. Nem lehet biztosra menni sehol sem. Tehát még a hétvégi mérkőzésben sem vagyok biztos, hogy mi fogunk győzni. Nagyon azon vagyunk, hogy szeretnénk egy jó rajtot venni. Az őszi bajnokságban úgy gondolom az első 5-6 mérkőzésen van keresni valónk, ahol pontokat kellene gyűjtenünk, és utána pedig remélem, hogy addigra összér annyira a csapat, hogy utána már bravúrokat tudunk csinálni. Meglátom. A fiatalokra a nagy feladat fog hárulni, nekik ebbe az évben több szerep fog jutni, több lehetőséget fognak kapni, de ezt már a felkészülési tornákon megkapták, és éltek is a lehetőséggel, és úgy gondolom, hogy lehet rájuk számítani nem csak 5-10 percekre, hanem komolyabb feladatokat is el fognak tudni végezni. Az első tét meccset minden esetre sikerre vette a csapat, az ózeli kupamérkőzés, megnyertétek, a kupában mi a cél? Megpróbálunk, ameddig tudunk, menetelünk, az már az biztos, tehát mivel vékony a csapatunk, nagyon sok a fiatal, nagyon vérmes reményeink nem lehetnek a kupába, és szeretnék még azért még esetleg egy fordulót tovább menni, egyrészt azért, mert akkor egy jobb csapatokkal tudunk játszani, egy kicsit tanulni is lehet, meg talán, hogy egy NB1-es csapatot kapunk, egy-két játékos, fiatal játékosnak ez egy plusz laketet is adhat, de még egyszer mondom, hosszú távú terveink nincsenek, vékony a csapat, vékony a keret, meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni belőle. A hétvégén rajtol a bajnokság a női kézilabda NB2-ben. A 28. NB-s idényére készülő Kölcsei Déese az első meccsen a tavalyi bajnok Hajdúböszörmény otthonában lép pályára. Terveknek megfelelően haladtunk, augusztusban egy egyéni edzéstervet kaptak a lányok, egy kis előmunkát végeztek otthonukban, mivel nagyon sok vidéki gyerek van, és így nehéz a bentlakás megoldása. Azt követően egy nagyon tartalmas edzőtábor következett, napi 3 edzéssel, a végén egy strandkézilabda bajnoksággal, úgyhogy, és edzőmérkőzésekkel is természetesen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon tartalmas volt ez a ciklus, és utána pedig a formába hozás időszaka, amely tartalmazott természetesen kemény alapozó és labdás edzéseket is, illetve edzőmérkőzéseket, összességében 7 edzőmeccset játszottunk. A legutolsót Kazincbarcikán csoportbeli ellenfelünkkel nyertünk 6 góllal, úgyhogy bizakodó vagyok. A Kölcsénél jellemző, hogy ugye érettségző játékosok szinte minden évben távoznak, úgyhogy picit mindig új csapatot kell építeni, de talán ez a nyár olyan volt, ahol a korábbi években megszokottnál is nagyobb változások voltak. Sajnos igen, bár hozzáteszem, most nem az érettségi miatt, hanem a komoly sérülések miatt. Meghatározó embereink közül Katona Krisztina, Gyimesi Lola és Márkus Gizella egyelőre biztosan nem játszhat majd. Ők nagyon fognak hiányozni természetesen, de nagy örömömre Kelemen Gréta ismét vállalhatja a játékot, mint ahogy Gyúró Ágnes korábbi volt remek játékosunk is pár év kihagyás után visszatért hozzánk, tanulmányi elfoglaltsága nem engedte, hogy köztünk lehessen. Ő mindenképpen nagy erősítés, és hát nagy erősítés a saját ifi játékosaink tehetséges társasága. Én azt gondolom, hogy ezzel a megváltozott összetételű csapattal is a középmezőny meghatározó tagjai lehetünk. Egyébként a fiatalok hogy bírják a kettős terhelés? Ugye ifi meccset kell játszolni, aztán a felnőtt meccsen is nagyon sok játékpercet kapnak. Én azt gondolom, hogy legyen büszke mindenki arra, ha a felnőttbe is játszhat. Egyrészt, másrészt pedig ez egy remek edzés lehetőség. Én úgy gondolom, hogy a szakmai fejlődésre mindig a mérkőzés a legalkalmasabb, úgyhogy ha valaki két meccset játszik részben vagy teljes egészében, az mindenképpen a szakmai fejlődését nagyban elősegíti, úgyhogy én úgy gondolom, büszkék rá erre. És hát hozzáteszem, például az irányító játékosunk 16 éves, de rajta kívül is nagyon-nagyon tehetséges gyerekeink vannak. Hozzátéve azt, hogy 6 sportcentrumos 14 éves gyerek is érkezett a csapatunkhoz, a Nádasi Marian féle remek kis csapatból, úgyhogy ők a jövő emberei, természetesen ők még a felnőttben nem, de az ifiben már bontogatják majd a szárnyaikat.
Milyen bajnokság várható, milyen erős lesz a mezőny, átrendeződött-e valamennyire a tavalyi szezonhoz képest? Abszolút mértékben sokkal erősebb lesz. Egyrészt ide került Füzes Abonyi és Heves együttese az északi csoportból, amelyek remek, jó csapatok. A korábbiak közül a mezőnyünkből néhány gyengébbnek vélt együttes kiesett, Bőcsre, Miskolcra gondolok, akik nem vállalták az indulást. Úgyhogy sokkal erősebb lesz a mezőny, és hát őszintén mondom, hogy örülök neki, hogy az első fordulóban a legnagyobb megmérettetésünk lesz Hajdúböszörményben, a tavalyi bajnok ellen játszunk. Én azt gondolom, hogy a legjobb erőfelmérő, talán a bajnokság legjobb csapata ellen bebizonyíthatjuk, hogy mit érünk. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.